December 5-e meg a múlt, akkor azért hadd ajánljam Nacsa képviselő figyelművét, mint MSZP-s örökségről beszél, hogy én voltam az a párt, aki elment Kolozsvár elnézést kérni ezért a akkori politikai döntésért. Tehát, hogyha a múlt emlékeiről, meg hogy mire épül egy összefogás, akkor lehet ez is egy híd, hogy volt olyan politikus, aki képes volt beismerni azt, hogy adott esetben egy ponton rossz döntést hozott, adott esetben az a párt, amit ő képvisel. Tehát ezért én még emlékszem arra az időkre, amikor önök úgy beszéltek a kettős állampolgárságról, mint egy nem aktuális kérdésről, Martonyi miniszter úrral, Németh Zsolt külügyi bizottság elnökkel, vagy magával a miniszterelnökkel az élen. Aztán, amikor belekényszerültek egy népszavazásba a Magyarok Világszövetsége kapcsán, akkor természetesen megváltozott ez az álláspont. De valószínűleg, hogyha akkor például az akkori Jobbik nem erőlteti ezt a kérdést olyan erővel, akkor lehet, hogy önök sem változtattak volna az azt megelőző hivatalos kormányzati álláspontra, ami mindig úgy hangzott, amikor a határon túli magyar szeretek ezt megkérdezték önöktől, hogy bizony ez nem aktuális ez a kérdés, ez volt a szó használt, ami akkor elő volt írva kommunikáció segítségként. De ez csak félretéve, ezért ha már közös múltra emlékezünk, akkor talán itt érdemes megemlíteni, hogy sokféle hagyaték van az MSZP-ben, ami adott esetben összeköthet embereket. Köszönöm.